Együtt gondolkodásra hívom fel önöket, és próbáljuk majd egy picit körbejárni ezeket a problémákat, ugye, amit a civilizáció hozott nekünk, a sok előnyével együtt, de ugyanakkor ezek az előnyök sok minden betegségnek a kórokává is váltak. Először is a kiváltó okokról lesz majd szó, majd utána a legkülönbözőbb vagy a legfontosabb civilizációs betegségekről. Az előadásnak ezt a mottót szántam, hogy a játék kezdetén mindenki kap egy életet, egy játékfigurát, a testét, és maximális játékidőt hozzá, amit körülbelül 120 évre becsülnek. A játék során bármit megtehetünk, a következményeket azonban nekünk kell viselnünk. A játékban a nem megengedett lépések levonnak a játékidőnkből. Az ilyen lépés például a bosszankodás, ha ugyanis mérgelődünk, lerövidítjük az életünket. Kurt Eppervágytól van az az idézet. Ugyanakkor ugye nagyon fején találta egy Süle nevezetű ilyen szintén tudós az egész problematikát, ugye ő állítja azt, hogy pszichésen beteg a világunk, az úgynevezett civilizációs betegség és a pszichoszomatikus kórképek sokasága jött létre, amelyektől szenved és amelyekben meghal az iparilag fejlett országok lakosságának túlnyomó többsége. Civilizációs patológiáról kell beszélnünk, és ide tartoznak a civilizációs és pszichoszomatikus betegségek, az egészséges szenvedélyek hiányát kompenzáló szenvedélybetegségek, a különböző depresszív zavarok és öngyilkosságok, az agresszivitás növekvő problémái, és ezek száma a század eleje óta növekszik, sőt most már vannak olyan előrelátó megállapítások is, hogy gyakorlatilag nem sokára a 20-as évek elején már a depresszió lesz a kardiovaszkuláris, tehát a szív- és érrendszeri betegségeknek a leggyakoribb megbetegítő oka, ami miatt a legtöbb ember fog az iparilag fejlett országokban szenvedni. Hogy ezt mennyire hiszik el, én a Buddhának egy idézetét szántam önöknek, hogy ne higgyel semmit, csak mert egy bölcs mondta. Ne higgyel semmit, csak mert mások úgy hiszik. Ne higgyel semmit, csak mert le van írva. Ne higgyel semmit, csak mert Istentől eredendőnek tartják. Ne higgyel semmit, csak mert valaki más elhiszi. Csak azt hidd el, amiről magad győződtél meg, hogy igaz. Hát ebben a szellemben fogjuk dolgozni. Gyakorlatilag mi a civilizáció? Ugye a civilizáció a társadalmi fejlődésnek az ősközösség a vadságtól és a barbárság korától kezdve, és azután következő munkamegosztást létrehozó korszaka. A kultúra szinonimájaként is használják az elvát. Tehát körülbelül ugye ez az a kor, ahonnan indultunk, és a civilizációval ide jutottunk. Tehát amekkora a kontraszt a két esemény között ugyanolyan mértékben igényli, és annyira teszi tönkre a szervezetünket a civilizáció. Tehát ugye az előzőekben lehetett látni. A civilizációs vívmányok. A civilizáció fejlődés gyorsan és könnyen megszokható előnyöket hozott. Urbanizált életmód, jó infrastruktúra, a gépek által kényelmessé vált mindennapok, a közlekedés felgyorsulása, telekommunikáció, soha nem látott termelékenység, a megnövekedett mezőgazdasági termés eredmények. Tehát mi volt a célja az egésznek, ugye? Tehát a technikai fejlődés és az anyagi javaknak a felhalmozása. Miközben az emberi jól lét háttérbe szorult, és ha az háttérbe szorult, akkor az egészség is károsodását látja. Ugye, hogy tisztázzuk, mit is értünk egészség alatt, ugye a világszervezetnek még 1946-ból származó diagnózisa, vagy
egy ilyen, hogy definíciója, ugye, az egyén teljes lelki, testi és szociális jóléte, nem csupán a betegség, valamint a nyomorékság hiánya. Most már még oda teszik azt is, hogy a spirituális, tehát az ember biopszichoszociospirituális lény, mert ugye mennyire meg tudja keseríteni az életünket azok a spirituális ötletek, amelyek ugye nem kézzelfoghatóak, ellenben mégis nagy mértékben tehetik tönkre a mindennapjainkat, akár az egész életünket, mert állandóan visszatérnek ezek a problémák. A betegség fogalma ezzel szemben, ugye, tehát hogyha megszűnik a szervezet működésének és a felépítésének a normális felépítése, vagy kialakul működése, abban az esetben problémákat, tüneteket érzünk, és ezek a tünetek ugye különböző módon hatnak ránk, és ezek okozzák a betegség tüneteit. Mi történik ilyenkor? Diszharmónia lép fel az ember és a környezete között. A másik dolog ugye, ezek a dolgok egyszer vannak, egyszer nincsenek, főleg ugye a megbetegedések első szakaszában, akkor vagy észreveszi, vagy nem, vagy eltussolja az egész problémát. Az időbeli lefolyás is nagyon sok mindentől függ. Köztes állapotok figyelhetők meg. Nem mindig mérhetőek ezek az elváltozások. Határok sem nagyon megszabottak, ugye, és ritkán érint csak egy szervrendszert ezek az elváltozások. Következmények. A civilizációs vívmányok ugye egyben ártalmak is, mert azt okozták, hogy csökkent a drasztikus módon a fizikai aktivitás. Ugye egyoldalúvá vált az életünk, a gépesítés, automatizálás, a közlekedés, ülő komfortja és mozgásszegény életmód váltotta fel, ugye az előző képen ugye látott nagymértékű fizikai aktív életmódot. Ehhez még hozzácsatlakozott az idegi és pszichikai megterhelés, azon kívül még ez olyan nagy mértékű, hogy az embernek az alkalmazkodó képességét nem képes ugye ezt követni, ezért idegi és pszichikai megterhelésnek a következményeit is viselnünk kell. A teljesítmény és időkényszer, ugye túlzsúfoltak az élettereink, túlzsúfolt a közlekedés, azon kívül láthatjuk, hogy milyen nagy mértékű a túlfogyasztás, ugye a jólét, illetve a fogyasztói társadalma embere táplálkozásban, nyersanyagban, energiában aránytalanul, helytelenül és főleg pazarlóan él. Azon kívül ehhez jönnek még a különböző környezeti ártalmak, ugye különböző tüzelőanyagok, kemizálásra, többi, amivel napról napra találkozunk. Itt látható ugye ez a fejlődés, ha ezt ugye annak lehet nevezni. Így nézett ki ugye az ősembertől, vagy még az őseinktől kezdve. Tehát mit várt az emberiség a fejlődéstől? A cél a tudományos és a gazdasági fejlődés volt, abban bízva, hogy a gazdasági javak növelik az egészséget és a boldogságot. Úgy gondolták, hogy a fokozódó jólét, a jól létet jelentős javulását fogja okozni. Ez valóban be is következett egy bizonyos fokig. Azonban az fölött már a jólét és az elégedettség sem növekedett. Tehát ugye itt van a jólét és a jól lét. A magyar nyelvben csak egy elbetű a differencia, ellenben óriási a különbség, mert a jólét ennek arra utal, hogy milyen a pénzzel és az élettel való elégedettségnek a kapcsolata. Mi a különbség az anyagi jólétünk, vagy jólétünk és a lelki jólét? Majd mindjárt tisztázódik ez. A jólét gyakorlatilag pénzügyi bőséget jelent, anyagi javakban és kizárólag pénzért kapható szolgáltatásokban. Tehát mond az, aki elmondhatja magára, hogy pénzerőben nem szenvedek hiányt. Ezzel szemben a jól lét az emberek boldogságát
nem az anyagi érdekeket, a gazdagságot helyezi előtérbe, a munka és a minél nagyobb fizetés helyett az egészséget és a családi baráti kapcsolatokat, a szabadidőt tekinti fontosnak. Egyébként a nyelvünk annyira hálás, ugye, mert ha egészségről beszélünk, akkor ugye az, ami egész, az jó. Ami nem egész, az már betegség. Tehát nagyon képletesen ki is fejezi magyar nyelv, hogy mi az egészség, és mi, a nem, nem, mi az, ami már nem egészség. A jólét értékei. Létem jól van, beteljesültnek, elégedetnek, boldognak érzem magam. Nem vagyok kiszolgáltatva negatív erőknek, harag, gyűlölet, irítség. Szubjektív dolog, mindenki maga dönti el, hogy a jólétet, vagy a jól létet tekinti elsődlegesnek. Ugye sokszor merül fel hétköznapjainkban, ugye, hogy elég nagy az elvándorlása a vidékünkről. Esetleg ez is lehet egyik ok, ugye, hogy a környezetünkben élő emberek mit tekintenek elsődlegesnek, a jólétet, tehát a pénzt, vagy a jól létet, a baráti társaságot, a családot, ugye, stb. Ez mondjuk lehet egy ilyen szempont ebből a tekintetből is. Egyébként erre már az 70-es években rájöttek, és ezt el is nevezték Easterlin paradoxonnak, ugye, ami abban rejlik, hogy a gazdasági jólét és a szubjektív jólét között csak bizonyos szintig van együttműködés, ugye, vagy korreláció, azt követően a magasabb jövedelem nem növeli a boldogság érzetet. A fejlődési paradoxon végeredménye. A folyamatosan javuló életfeltételek mellett az emberek nem érzik jobban magukat. Sokasodnak a mentális, a pszichés, eredetű zavarok, magányosság, a szorongás, depresszió. Ezek kilendítik a szervezetet nyugalmi állapotából, fokozottan reagál az ingerekre, kevésbé aktiválódnak az egyensúlyt újra megteremtő szabályozó rendszerek. Ellentmondásos, anakronikus helyzet alakult ki, egyre jobbak az életfeltételek, egyre elmélyültebb a tudományos orvosi tudás, egyre jobb egészségügyi ellátás mellett az emberek mégis megbetegszeznek, sőt egyre több ember egyre változatosabb, egyre súlyosabb és egyre hosszabb ideig tartó civilizációs betegségekben szenved. Tehát kialakulnak a civilizációs betegségek, amelyek ugye az életminőséget rontják, és idővel megbetegedést, és idővel halált okoznak. Állandóan jelen vannak az civilizációs ártalmak, észrevétlenül betegítenek meg bennünket, és a szervezet minden részére kihatnak, hogy hol fognak kipattanni, az attól függ, hogy a születetten milyen gyengébb szervrendszert fognak megtámadni és azon elváltozást okozni. Ehhez nyilván hozzájárul az is, hogy kinek milyen az életkora, milyen nemű, milyen a testének az energetikai állapota, milyen a testsúlya, milyen a korokozókkal való viszonya, milyenek az örökletes faktorai. Ez ugye még a specifikus kórokok, ugye milyen mértékben van kitéve toxikus hatásoknak, kémiai vagy fizikai megbetegítő faktoroknak. Milyen a szervezetének a mutációs hajlandósága, tehát hogy a sejtek osztódáskor mennyire képesek ellenállni ezeknek a hatásoknak. És ugye itt jönnek még azok a tényezők, amelyek nem fizikaiak, pszichis tényezők. Ugye itt elsősorban a stressz az, ami megbetegít bennünket, utána jön a szorongás, a depresszió. A szervezet alkalmazkodó képességének a hiánya, a mindennapi düh, az agresszió, vagy a közönösség, a családi és egyéni tragédiák részvétele, a létbizonytalanság, a szociális háttér, és az, hogy az illető
hogy tudja a lelki egészségét ápolni. Ha nem sikerül, akkor az eredmény a testi-lelki harmónia felbomlása. Eredmény, ugye itt látható, szív- és érrendszeri betegségek, daganatok, anyagcserebetegségek, mentális zavarok, az immunrendszer sérülése, allergia, légzőszervi, emésztőszervi és mozgásszervi megbetegedés. De gyakorlatilag az egész szervezetünk alá esik ezeknek a hatásoknak. Nevezhetjük ezt az egész folyamatot a civilizáció diadalának? Ugye a nyugati népesség nem fertőző civilizációs betegségektől szenved, mégpedig úgy, hogy több mint 50% szív- és érrendszeri betegségtől szenved, kb. 30% rákban, kb. 8% autoimmun betegségben, 10-20% pedig az élete második felében cukorbetegségben, vagy az azt megelőző állapotban szenved. Holott igen korszerű az orvosi háttér, ami magába foglalja az objektív tudományos ismereteket, széleskörű orvosi tapasztalatokat, fejlett gépparkot és műszerezettséget. Ez mégis kevésnek bizonyulna? Ugye, tehát láthattuk azt, hogy az emberek tömegei betegszenek meg az előbb említett betegségektől, kórházak tele vannak keringési, mozgásszervi, daganatos, légzőszervi betegekkel. A lelki zavarok miatt egyre többen veszítik el lábuk alól a talajt, és keresnek menekülést valamilyen átmeneti megnyugvást, vagy felejtés nyújtó szenvedélyben. A statisztikai adatok szerint, tehát minden ötödik ember, tehát az lakosság 20%-a életében egyszer átesik egy súlyos depressziós szakaszon, de sokaknál ez az állapot rendszeresen visszatér, anélkül, hogy okát kézzel foghatóan bizonyítani lehetne. Nem fordítva kellene lenni? A tudomány és az orvosás előre haladásával egyre kevesebb betegnek, és egyre több egészségesnek embernek, és egyre tovább kellene élni a Földön. Ha ezt a tendenciát, ugye, tehát a civilizációs betegségek fejlődését, terjedését nem sikerül megállítani, az egészségügyi és gazdasági katasztrófát fog eredményezni. Mi okozza ezt a paradoxont? Ugye egyrészt javulnak az életfeltételek, mi meg mind betegebbek vagyunk. Ugye az egészség jeltelen, addig semmi jel nincs, még egészségesek vagyunk. Nem is törődünk vele. Különösen a fiatalokra érvényes. Ezzel szemben ugye a modern megbetegedések fő oka az emberi felelősség tudatnak a hiánya. A rossz életmódbeli szokások a megbetegedések közel 75-85%-áért felelősek. Lehet, hogy a holisztikus életmód vagy szemléletmód hiányzik az egészség megőrzésből, ahol például az orvos nem csak a betegséget, a megbetegedett szervet vagy testrészt gyógyítja, hanem a beteget gyógyítja. Az egészségét kívánja helyreállítani. Tehát nem csak az, hogy ő neki beteg a szíve, vagy úgy képzeli, hogy beteg a szíve, hanem az egész, mitől beteg, ugye miért vannak neki szív, tegyük föl szív problémái. Elvárható-e a korszerű diagnosztikus eszközöktől, hogy felfedezzék a betegnek csupán fel nem dolgozott lelki fájdalma sérülése van, megszűnt lelkében a harmónia. Pedig ha a lelki problémát huzamosabb ideig nem sikerül megoldani, átíródik testi síkra. Az ilyen okok lehetnek életvezetési nehézségek, szorongás, pánik, párkapcsolati és családi nehézségek, nem megfelelő konfliktuskezelés, gyász, vállás, szexuális zavarok, gyerekeknél iskolai problémák, stb. Pedig Platón már megmondta, hogy az ókori görög filozófus, hogy a legnagyobb hiba, amit az orvosok elkövetnek, hogy a testet anélkül próbálják meggyógyítani, hogy az elmét is gyógyítani próbálnák. Pedig az elme és a test egy, és nem szabadnak külön kezelni.
az eredményt itt láthatjuk, hogy milyen mértékben hatnak ki a legkülönbözőbb, milyen mértékben hat ki az életmód, a genetikai tényező, környezeti hatások, ugye, és az egészségügy hozzájárulása mindössze 11% ahhoz, hogy megvédje az embert, vagy ha már megbetegedett, kihúzza abból a bajból, ahova bekeveredett. A másik eredmény, ugye, gyakorlatilag Szerbia és Magyarország között nincs különbség. Ugye láthatjuk azt, hogy 54%-ban a kardiovaszkuláris betegségek okoznak bajt, majd utána daganatos megbetegedések, majd az emésztőszerviek, ugye, és annyira nagymértékű a pszichés hatás az emberi szervezetre, hogy még gyakorlatilag a baleseteket is pszichés zavaroknak lehet elkönyvelni, ugye, mert az embereknek akkor megszűnik a figyelme, és abból alakulnak ki a balesetek. Miért nem tudjuk megszokni a civilizációs vívmányokat? Ugye, mi szervezetünk genetikailag a kőkorra van optimalizálva, mint például a szabadban tartózkodás, a fizikai aktivitás, vagy a bélflórának az összetétele. Ugye, nem probiotikumokra. A nyugati ember életmódja viszont egyre inkább távolodik attól, amire a civilizáció során adaptálódott. Az egyre gyorsabb változások valahol a 18.-19. században kezdődtek, ebből lehet következtetni a civilizációs betegségek megjelenésére. A nyugat alkonyát egészségügyi szempontból a földművelés megjelenésével teszik egyenlővé, mivel ez a földművelésnek a bevezetése, majd a rohamos iparosodás, az urbanizáció kiszabadította a civilizációs betegségek szellemét a palacból, mivel gyorsan felszívódó szénhidrátokat kezdett az ember fogyasztani. Ugye annyira tömörültek a városokban az emberek, hogy valamivel etetni kellett őket, tehát a mezőgazdaságból eredendő különböző gabonafélék, cukrok, stb. Azokkal kezdték táplálni, meg is lett a visszaütés. A városokban ugye közel sem lehet annyit mozogni, mint az első képen, ugye, mint amikor az emberek vadállatokkal harcoltak. Városokban nincs természetes fény. Mindannyian, aki itt ül, mindannyian D-vitamin hiánytól szenvedünk. A túlzott higiéna felborította a bélrendszerünkben és a bőrünkön lévő baktériális flórát, és egyszerűen az, hogy átváltoztunk más baktériumokra, vagy lemossuk magunkról azokat a baktériumokat, amelyek a régi barátaink voltak, azok megbetegedést okoznak, lásd a sokfajta allergiát. Ugye azok a betegségek, amelyek ma ilyen nagy mértékben károsítanak, például a szívinfarktus, 1872-ig ismeretlen volt. Ekkor jelent meg az első orvosi infarktus halál. Második típusú cukorbetegség az 1800 évekig ritka volt. A 20. század során, ahogy nőtt a szénhidrát fogyasztás, csökkent a mozgás, egyre gyakoribbá vált, mára elérte a nyugati népesség 10%-os gyakoriságát. 1843-ban fogalmazták meg, hogy a rák a civilizáció betegsége. A 20-as évek végén bizonyították be, hogy a rákos sejtek cukorfüggők. Ki a felelős, hogy ilyen mértékben betegszik meg a mai ember? A stresszre adott válasz. Ugye? A stressz gyakorlatilag ősi válasz az új kihívásokra. Mert ugye az belénk van, a génjeinkben van, hogy hogy kell reagálni, az őseinktől átjött a mi reakcióképességünkbe is. Gyakorlatilag biológiai
formába önti a lelki megterhelésüket. Tehát ha valaki aggódik, valamitől fél, ugye, valamitől szorong, annak ugye gyakoribbak az ürítési funkciói, megfeszülnek az izmai, nem tud aludni, nagyon sokféle tünetet okoz. Tehát ott a pszichikai, a lelki elváltozás testi vagy biológiaiba alakul át. Ekközben nem maga a stressz a veszélyes, hanem a stresszre adott válasz. Például ugye a mozgásnak a megszűnése, mivel a stressz, ugye, stressz ez az előzőkben nagy mennyiségű energiára volt szükség, hogy le tudjuk győzni az őseink a támadást, a menekülni és a többi szükségletre. Ellenben most ezeket a dolgokat nem tudjuk levezetni, a szervezetünkben marad, és az a nagy mennyiségű energia megbetegíti a szervezetünket. Ugye gyakorlatilag belénk szorul maga a feszültség, maga az energia, és kialakul a krónikus stressz. Ugye itt látható az, hogy hogy vívtak meg az elődeink a stresszel. Ugye minden attól függött, hogy hogy mérték fel. Hogy fel tudják vennie a fenyegető valamivel a harcot, vagy pedig jobbnak látták, ha eliszkolnak otthon, onnan. Ha akár az egyikhez, akár a másikhoz fizikai aktivitásra volt szükség. Manapság erre kevés a lehetőség. Ugye, mit lehet itt tenni? Nem lehet ezekből a szituációkból fogni magunkat is kifutni és elszaladni. Mi a stressz ma? Ugye láttuk, mi volt az ősöknél, látjuk, ma a stressz legtöbbször folyamatos feszültség és hosszantartó idegesség vagy aggodalom. Ez a szervezetünket arra kényszeríti, hogy elhúzódó válaszreakcióba tartsa magát, sose tudja, hogy mikor fog következni az, hogy ő megnyugodhat, ezért egy állandó feszültségben vagyunk, hogy hogy tudjunk reagálni a következő ingerre. Ugye, hogy néz ki ez a mai embernél? Ugye ritkán vagyunk kitéve fizikai stressznek, így elmarad a motoros aktivitás. Ellenben a szervezet még idegileg és hormonálisan is az előző stresszre van rá irányulva. Ugye, tehát gyakorlatilag ez a folyamatos feszültség következtében nem áll helyre a stressz által kiváltott izgalmi szint. Tehát még a szervezetünk nem tudott alkalmazkodni a mai világhoz, minden apróbb stresszre, idegességre, sértésre, stb. Ugye úgy reagál, mintha küzdenie kellene. Ugye, mintha futni vagy támadni kellene, üss vagy fuss. Manapság ezzel szemben leginkább családi, munkahelyi, szociális helyzetünk miatt stresszelünk. Menekülni nem tudunk sehova, minden hely foglalt. Ugye egyetlen kiút marad, a krónikus stresszel együtt kell élni, és megtanulni, kivédeni annak káros következményeit. Ugye itt látható a stressznek a szakaszai, majd az későbbiekben lesz szó. Ugye tehát ott a kezdeti vonalnál, ugye, amikor még egy olyan nyugalmi állapotban vagyunk, majd mikor bekövetkezik a vészhelyzet, ugye akkor a szervezet mint egy megtorpan, és abban a pillanatban elkezdődnek ezek a reakciók, amiről most lesz szó. Az első fázis ugye az alamreakció, üs vagy fuss, tehát ugye az, ami még az őskorból bennünk maradt, felgyorsul a szívműködés, hogy elegendő vér jusson mindenhova, felgyorsul a légzés, hogy elegendő oxigén jusson, megemelkedik a vérnyomás, megemelkedik a vércukorszint, kitágulnak a pupillák, hogy mindent lássunk, honnan jön a veszély. Az idegrendszer éberré válik, a figyelemben szűkül, csak arra figyelünk. A vér ugye ezzel együtt kivonul azokból a szervekből, amelyeknek nincs jelentőségük a
a meneküléshez, tehát az emésztőrendszer úgymond vér nélkül marad, vagy kevés vér marad benne. Ugye lényeg, hogy megmentsük az irhánkat. Ezzel, hogy elhárítsuk a veszélyhelyzetet. Amennyiben ez sikerül, akkor minden visszatér a nyugalmi állapotban, hát ha nem sikerül, akkor viszont a káros hatások fognak felszaporodni. A stressznek erre a szakaszára mindannyiunknak szükségünk van. Azért, mert így tudjuk magunkat megmenteni azoktól az új szituációktól, amelyek napról napra kikezdenek bennünket, ellenben tudni kell megoldani, hogy ez ne váljék krónikussá, ne menjünk át a második szakaszba. Ez már az ellenállás szakasza. Tehát a nem szűnő stressz hatására a szervezet elkezd aktívan ellenállni, alkalmazkodni a megváltozott paraméterekhez, ami rengeteg energiát, életenergiát, így is lehet mondani, emészt fel. A nem életfontosságú szervekből, úgy mint a bőr, az emésztőrendszer, a vér az erekbe áramlik, hogy ott mindig legyen elegendő vércukor, tehát megnő a vércukor szintje, nem csoda, hogy ennyi cukorbeteg van, igaz, megnő a vérzsíroknak a mennyisége, mert ezekből meríti a szervezet az energiát. Állandósul a magas vérnyomás, szabálytalanná válik a légzés, alvászavarok lépnek fel, izomgörcsök alakulnak ki, emésztési problémák keletkeznek, ugye, mert az emésztőrendszer vér nélkül marad. Ha itt nem történik változás, bekövetkezik a betegség. A harmadik szakasz, ugye ez a legártalmasabb szakasz, a kimerülés, ebben a fázisban lecsökken a hormontermelés, a tartalék energiák kimerülnek, az immunrendszer legyöngül, és bekövetkezik a betegség. Tehát ha nem sikerül megbirkózni a stresszel, akkor krónikus stressz fog kialakulni, ugye, amelyeknek súlyos akár élettani és akár pszichikai következményei vannak. Felmerül a kérdés, hogy lehet-e stressz nélkül élni, ugye? Nos, az lehetetlen, ugye? Nem lehet, mert bármilyen külső hatás, mondjuk akár egy frontátvonulás, vagy bármi, vagy egy beszólás, vagy bármi, ez mind bennünk beindít egy folyamatot, tehát akár külső, akár belső konfliktus, sőt, még gondolati szinten, tehát ha valamire gondolunk, ami nagyon rosszul esik nekünk, arra is beindulnak ezek a stressz folyamatok, ugye, és ez erre mondta Selye, ugye, aki a stressz leírója, hogy a stressz az élet sója, ugye, tehát az nélkül nem tudunk meglenni. Ellenben valamit tenni kell, hogy ez ne legyen a kárunkra. Tehát ugye legfontosabb az, hogy egyénileg felmérjük, mit jelent számunkra a stressz. Hogyan reagálunk rá? Megfelelően tudunk-e reagálni, hogy a stressz tovább vigyen, fejleszten bennünket, ha az sikerül, akkor nagyon hasznunkra válik a stressz, ha nem sikerül, akkor már baj van, betegek leszünk. Ugye itt van a fel nem dolgozott krónikus stressz, ugye, ami előbb-utóbb mindenkit felfal, ugye? A mindennapi kisebb, de állandósó stressz hatások, düh, harag, depresszió, stb. A különböző betegségek kialakulásához tud vezetni, felbomlik a hormonális egyensúly, egyre több stresszhormon kerül a vérkeringésbe, és gyengül az immunrendszer. Ugye itt azért tettem ezt a képen, hogy lássuk, hogy nincs olyan szerv a szervezetünkben, ami nem lenne kitéve a stresszes hatásoknak. Azzal ugye, hogy a szimpatikus idegrendszer támogatja az adrenalin, tehát felkészít bennünket a menekülésre, a paraszimpatikus idegrendszer pedig igyekszik visszaállítani azokat a felborult egyensúlyi rendszereket, és megnyugtatni a szervezetet. A stresszpirál, ugye manapság mitől alakul ki?
Az állandó rágódás, tépelődés, aggodalom minden elvégzendő feladat miatt, pedig az lenne a lényeg, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez, mi mennyire ítéljük meg veszélyesnek, és hogy ítéljük meg, hogy képesek vagyunk-e legyőzni azt a kellemetlenséget. Ha döntéshozza nem tudunk, hogy dönteni, mit tegyünk, döntéshozatali képtelenség vagy nehézség, ha agresszívak vagyunk, ugye az megint csak rontja az esélyeinket, ha szorongunk, ha depressziósak vagyunk, ha félelmeink vannak, ezek mind növelik a szenvedélybetegségre való hajlamot. A szervezet nyilván ezekre a káros behatásokra reagál, ugye, és kialakulnak ezek a tünetek, ugye, amelyek jellemzik a krónikus stressz, ugye, tehát állandóan fáradtnak érzik magukat, a stressznek kitettek, hangulatzavaraik vannak, szorongások van, szórakozottak, feledékenyek, fokozott vagy csökken az étvágyuk, libidó csökkentése, betegségek, vagy más diffúz testi szomatoform, panaszok szervi elváltozás nélkül egyelőre, majd alvászavarok. A folyamatos feszültségben tartó krónikus stressz gyakorlatilag ugyanazt teszi velünk, mint a szikla sziszifusszal, lefárasztja a szervezetet. A leterhelt szervezetben előbb-utóbb a leggyengébb láncszem megpattan, kialakulnak a betegségek. Melyek azok a betegségek? Ugye fejtünetek, fejfájás, fülzúgás, hasmenés, székrekedés, allergia, bőrkítések, asztma, hányinger, gyomorégés. Ugye gyomorpanaszok azért, mert minden a többi szervbe irányul. Tehát akkor a gyomor működés, az emésztés kárt szenved, ebből következnek ezek a panaszok. Gyakori vizelési inger, hát és ízületi fájdalom, még a derék is attól fájdalhat meg, ugye, hogy, és aztán jön a kivizsgálások hosszú sora. Ajakherpesz, szorongás, depresszió, növekvő baleseti kockázat, és hogyha ez mind folyamatosan fönnáll, hogy akkor jönnek a szív- és érrendszeri betegséget, vagy akár a rossz indulatú daganatok. Bárki nézheti, ugye, mindenütt nagyon nagy figyelem fordítódik az a táplálkozási szokásokra. Ugye az egészséges táplálkozásról tengernyi a különböző receptúra, stb. A diétákról ne is beszéljünk. Ugye ellenben a lelki egészségről, vagy mentális diétáról, annak fontosságáról sokkal ritkábban lehet hallani. Pedig milyen hasznos lenne a mentális vírusírtás is, mert a mentális vírusok is komoly veszélyt jelentenek. Mint a számítógép vírusok, előbb lassítják a rendszer működését, mint több problémát okoznak, végül összeomlik a rendszer. Lehet, hogy nem érzünk elegendő tetterőt magunkban a lelki terhek feldolgozásához, vagy nem érzünk, vagy nem tudjuk ezt a problémát megoldani. Ugye, tehát ez a mentális, ugye, a stressz, hogy mennyire gyötri az embereket, és itt kell, hogy kezdődjék a változás, hogy kialakuljon a lelki egészség. Mert ha nem lépünk időben, ugye, a dolog itt végződhet. Hogy mennyire összefügg a mentális, a testi problematikával, álljon itt Szabó Lőrincnek a gyönyörű verse, testem szegény, a lélek érted, mit tehet. Nagyon önző és gőgös úr a lélek, de úgy rád szorul, hogy fájni sem tud nélküled. Hogy tudjuk a stresszt kezelni? Ugye, ha mindent stressznek veszünk, akkor rossz jövő vár ránk. Tehát fel kell tudni mérni, hogy el tudjuk-e távolítani a stresszort. El tudjuk-e kerülni a stresszort. Képesek vagyunk-e csökkenteni a stresszor behatásának idejét vagy erősségét. Képesek vagyunk-e csökkenteni a stresszre adott emocionális reakciót, hogy ne reagáljunk
túlságosan. Ezt már az ókori filozófus Epiktétos is mondta, hogy nem a dolgok gyötörnek meg bennünket, hanem a dolgokról alkotott képzeteink. Kíséreljünk a stresszre, a kihívásra úgy tekinteni, mint feladatra, melyet meg kell oldani, ne úgy, mint ami le akar győzni bennünket. És ne rágódjunk sose azon, hogy mi lett volna, ha. Ez is egy nagyon érdekes hozzáállás, úgynevezett élni módszer. Ugye? Tehát ha valamilyen nagy döntés előtt állunk, érdemes felmérni a következőt. Hogy érdemes-e tenni, vagy áldozatot hozni a kihívás a stressz érdekében. Lehetsége a stressz pozitív irányba megváltoztatni, nélkülözhetetlen-e számunkra a probléma megoldása, és indokoltak-e az érzéseim, a gondolataim az adott szituációban. Ha mind a négy élni pozitív, akkor neki kell gyűrkőzni és legyőzni. Ha egy a négyből negatív, akkor el kell vetni. Nem érdemes vele foglalkozni. És akkor esetleg segíthet Assisi Szent Ferenc imádsága, hogy Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amit nem tudok változtatni, adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Ezen kívül, ha bennünk felgyülemlet, energiát, vércukrot, stb. Le tudjuk vezetni mozgással, legyen az kerékpár, úszás, jogging, séta. Ugye a fit, edzett állapot növeli az ellenálló képességet. A mély légzés, a relaxáció, a meditáció, a jóga szintén nagy mértékben tudja a lelki feszültséget csökkenteni. Nyilván a dohányzás elhagyása, az alvás, ugye a rendszeres és a több alvás, a zeneterápia, az érzelmi stabilitásra való törekvés, a társasági, tehát a kapcsolatok fejlesztése és kiépítése, az önismeret, hogy fölmérjük, hogy fogunk reagálni egy-egy kihívásra, hogy lehetőleg azon változtassunk, hogy ne legyen olyan káros az a behatása a szervezetünkre. Azon kívül végső esetben, ha nincs más mód, akkor átmenetileg gyógyszerek is tudnak segíteni, feszültségoldók, kizárólag orvosi utasításra is, lehetőleg minél rövidebb ideig, mert arra is rá lehet szokni, vastagon rá lehet szokni, és akkor már nem csak a stressz van, hanem már a gyógyszer függőség is megvan, és azzal ugye tovább rontjuk az esélyeinket. Segíthet Szenekának a tanácsa, Popper Péter kiegészítésével, hogy vezetik a végzetek az akarót, a nem akarót vonszójel. Popper Péter ezt még azzal bővítette ki, hogy aki hagyja magát vezetni a végzet által, és aki nem hagyja, mindketten ugyanarra sorsa jutnak, csak a vonszolódó jól összetöri magát útközben. Erre nem árt odafigyelni. Metheignek is van egy véleménye, hogy a civilizációval együtt fejlődik a közöny, ez egy betegség, erre ellenszere a művészet és a szeretet. És a végezetül álljon itt ez a magszóró befejezés. Egy asszony azt álmodta, hogy a piacon betért egy teljesen új üzletbe, és legnagyobb meglepetésére Isten találta a pult mögött. Mit árulsz itt? Kérdezte. Mindent, amit a szíved kíván, válaszolta Isten. Alig mervén hinni a saját fülének, az asszony elhatározta, hogy a lehető legjobb dolgot fogja kérni, amit emberi lény csak kívánhat. Lelki békét, szeretetet és boldogságot, bölcsességet, a félelemtől való szabadságot akarok, mondta, majd kis idő múlva még hozzátette. Nem csak magamnak, hanem minden embernek a földön. Isten mosolygott. Kedvesem, azt hiszem félreértettél, mondta. Mi nem gyümölcsöt árulunk itt, csak magukat. Ha sikerül a magukat otthon kikelteni, akkor lehet, hogy megjelenik a boldogság kék madara.